Szervusz Gergő, szép jó reggelt kívánok neked! Jó reggelt, szia! Köszönöm szépen, hogy eljöttél a mai napon. Néhány szóban elmondanád nekünk, hogy milyen tapasztalataid voltak a Matrix Drops rendszerével? Természetesen, nagyon-nagyon pozitív tapasztalataim voltak. Korábban nagyon-nagyon sok spirituális irányzattal foglalkoztam már, és voltak olyan problémák az életemben, amik rendszeresen ismétlődtek, tudtam róla, és nagyon sok ilyen kiemelték. Megoldást erre korábban nem javasoltak, erre egy például mondjuk a szeretet elfojtása volt az én esetemben, hogy nem tudtam annyira átadni magam a környező embereknek. Ugye anyukám mondta néha azt is, hogy mint a Harry Potterben úgy ölelek, mint Voldemort, ami hát annyira így ugye utólag vicces, de amúgy belegondolva annyira ugye nem egy pozitív dolog. Nem tudtad kimutatni az érzelmeket? Hát például ebben az esetben igen, de hát rengeteg egyéb ilyen dolog volt, amit éreztem. Tehát mondjuk esetleg a magabiztosság, ugye belülről jövő magabiztossággal voltak problémáim, annak ellenére kifele nyilván mindenki ugye azt látta, hogy mennyire jól mennek a dolgok, hiszen ugye vállalkozóként dolgozom. Uh-huh. És gyakorlatilag ugye akkor jöttem hozzá, de nem is ezért valójában, hogy Csonkovácshoz, ugye az akkori Csonkovács már éppen nem ért rá, kerestem az interneten egy szimpatikus Csonkovácsot, és ugye rögtön ugye mutattad nekem, hogy milyen problémák vannak, és hát én több azt hittem, hogy leülök, amikor rátettem ugye a kezemet a gépre, és azokat a problémákat, amiket gyakorlatilag ugye hát nyilván önfejlesztésben folyamatosan foglalkozok magammal, terápiákra is jártam, különböző természetgyógyászoknál voltam, a gép az azonnal kiírt a fél perc alatt, és rögtön egy nagyon praktikus megoldási javaslatot is ugye javasoltál rá, hogy ugye szedjük be ezeket a cseppeket, és hát alapvetően ugye azt mondtam volna az egészre, hogy hülyeség, de mivel tudtam korábban azt, hogy a víz képes ugye információt hordozni és információt tárolni, ezért mondom, adok neki egy esélyt. És ugye hát először, hogyha emlékszem, ugye a szeretettel folytása, tehát pont amiket most beszéltem, azokat a cseppeket kaptam meg, és valami brutális érzés az, hogy gyakorlatilag úgy éreztem magam, mint amikor először voltam szerelmes. Tehát, hogy így megváltozott az ölelésem, az, hogy hazamentem, azt éreztem, hogy tényleg őszintén tudok kapcsolódni a környező. Mennyi ideje szedted már a Matrix Dropsot, ami a szeretet elfolytására kaptál, miután észlelted azt, hogy jobban vagy? Hát ez nálam egyetlen egy üveg beszedés elég volt, szerintem egy hét, tehát hogy tényleg semmilyen különleges dolog, de egyébként például vitaminhiány, tehát ugye elmentem vérvételre, és ugye hát tudtam is, hogy vannak különböző vitaminhiányaim, ugye mivel vegetáriánus vagyok, és azoknál is gyakorlatilag egy üveg beszedése után ezek a vitaminhiányok elmúltak, tehát ezt vérvétel igazolja, így van. Illetve ugye nyilván a gép is kiírja, és az, ami egyetlen egy volt talán, ami nem múlt el, annál is ugye lejjebb ment, és ugye arra most fogjuk csinálni a következő kört, mert ugye ez egy picit komolyabb vitaminhiány volt, úgyhogy... Igen. Írta neked a gép, Gergő, nehéz fém terheltséget? Igen. Többfélét. El tudod mondani, vagy emlékszel, hogy melyik volt? Ugye a kadmiumot beszéltük, aha, meg amit most fogunk elkezdeni majd az alumínium, meg a germánium, hogyha jól emlékszem. Ugye a kadmium cseppet elkezdtem szedni, hogy azonnal reagált rá a szervezetem, mert gyakorlatilag két hétig teljesen kiütött. Tehát, hogy feküdtem, nem tudtam megmozdulni sem. Szó szerint, tehát még vírust is benyeltem, de biztos, hogy nem koronavírus, mert ugye több tesztet is csináltam ezzel kapcsolatban. És hát ugye nyilván azonnal a csepp szedése után történt meg ez a dolog. Ugye a kadmium a tüdőnkben okoz különböző gondokat és fogékonyá tesz a különböző influenza-szerű vírusok. Tehát fogékonyá tesz rájuk, és a kadmium kihajtással megindult a tüdődnek ez a fajta méregtelenítés, a nehéz fém kivezetése. Nagyon sok vendégünk beszámol róla, hogy ezt követően egy picit gyengébb, és előjönnek ezek a tünetek, aztán szépen feloldódnak. Igen. És ugye azért egy picit térjünk vissza, hogy ha esetleg laikusok nézik ezt a kis beszélgetést, hogy gyakorlatilag mindez attól történik meg, tehát vérvétellel igazolható dolgokról beszélünk. Érzi az ember, hogy változás történik, megbetegszik, hogyha éppen olyan dolgot hajt ki az ember, hogy gyakorlatilag vizet szed be. És ebben ez az egészben a hirdetlen, és ez igazolja azt, hogy tényleg van abban valami, hogy akár ugye a saját gondolataink ugye hatnak az anyagra, vagy maga ugye a vízbe is lehet ezeket az információkat kódolni. Tehát tényleg valami hihetetlen. Tehát ami az embernek a problémája, az arra megoldást talál. És ugye, ami meg itt különösen tetszik nálad ugye egyébként, hogy
hogy nem csak a egy oldalról megközelítve a dolog, hogy most Matrix Robs és kész, hanem ugye miért ugye milyennek a hivatalos nem Magneto vagy... Radiesztézia. A pálcára gondolsz? Igen. Ez a láthatatlan valóság érzékelése, hogyha egy egy mondatba kéne megfogalmazni, ezt lehet egy pálcával vagy egy ingával végezni. Ugye a korai, régebbi korok gyógyítói ezzel dolgoztak, mi is ezt használjuk. Csak ugye itt föltehetsz egyszer egy vagy két kérdést, a komputer meg 8 millió kérdést tesz fel fél perc alatt. Igen. Tehát kellett egy masina, kellett egy berendezés, ami meg tudja mutatni egy, akár, hogy te is mondtad, egy laikus ember számára, objektív módon, hogy mi van ott. Tehát igazából a komputer a te hullámfüggvényeidet írja ki, és már azzal, hogy te mondjuk belátsz egy dolgot, például kiírta, hogy szeretet elfolytása, te azt beláttad, már azzal összeborul a hullámfüggvényed. Tehát a belátás az első pont, és akkor utána a Matrix Drops meg szépen, mint egy szoftver frissítés, leképzi a fizikai valóságodba ezt a jó állapotot. Nagyon komoly, és az a, nekem azt tetszik a legjobban, hogy ez több forrás is ugye megerősíti, tehát akár hogyha az ember elmegy máshova, tehát mondjuk más magas szintű spirituális emberekhez, vagy akár konkrétan tényleg egy vérvételre olyan dologról van szó, akkor ugye ezt megerősíti. De egyébként ugye a pálcára visszatér, tehát az is nagyon durva, hogy még felhívlak telefonon, mert mondjuk éppen van valami betegségem, és akkor ugye mit mond egy normális orvos, mert egy átlagos orvos, szedjél be aszpirint, vagy és most nem lekicsinyítve, mert nyilván ugye tünetkezelésnek ezek a dolgok tök jó. És erre mit mond a Miklós? Azért vagy beteg, mert éppen van az életedben egy olyan ember, akivel kapcsolatban nem tudsz egy döntést meghozni. És aztán, tehát így leülsz a székbe, és így elgondolsz, hogy úristen, tényleg van egy ilyen ember az életedben, és amint letisztázod... Ez a belátás, ugye? Nagyon kemény dolgok, és hát mellé még ugye a csontkovásolást is ugye hozzá kell tenni, hogy ugye azért az sem mindegy az embernek. És milyen tünetet tűnt el a csontkovács kezeléstől? Én ugye írtam is erre egy Google értékelés már korábban. Köszönjük. Mert nagyon kemény volt az, hogy ide jöttem azzal, hogy fáj a térdem, és ugye Miklós egyből megkezelte, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy az ágyat azt el kell forgatni, mert van egy Hartmann vonal éppen, ami a lábamon megy keresztül. És megtettem, elforgattam az ágyat, ugye Miklós megcsinálta a teljes kezelésemet egyébként, száz, nem tudom hány izület átmozgatása. És hát utána gyakorlatilag szinte azonnal elmúlt ugye ez a probléma, és azóta sem tért vissza, pedig ezzel mondhatni hónapok óta küzdöttem, és más csontkovácsoknál, ugye, ahol nem azonosították, hogy ott Hartmann vonal van, ott nem sikerült ezt így megoldani. És ami a nagyon durva az, hogy ugye Miklós a rendelőben mondta azt, hogy nekem otthon a szobámban lehet egy Hartmann vonal, és direkt ki is írtam egy olyan embert, aki ezt tudja mérni, és pontosan ahol a Miklós itt megállapította, hogy nagyjából hol lehet, tényleg ott megy keresztül egy elég nagy Hartmann vonal egyébként. Úgyhogy, hát igen, elég. Köszönjük szépen az információkat. Találkozunk még. Én is nagyon szépen. Hát az biztos, hogy toljuk folyamatosan a dolgokat, mert azért van mind dolgozni. Köszönjük, hogy elmondtad, Gergő, minden jót neked. Én is nagyon szépen köszönöm. Minden jót, szia.